Bolyai János Középiskola Kárpátalja a legkeletibb magyar tannyelvű középiskolája. Az 1900-as évek elején bekövetkezett államosításig az iskolának a mindenkori helybeli plébános volt az igazgatója. 1968-ban a szovjet hatalom beolvasztotta az orosz-ukrán tannyelvű középiskolába, és a 80-as évek végén már 7 tantárgyat orosz vagy ukrán nyelven oktattak a magyar osztályokban. Ennek következtében pedig rohamosan csökkent a tanulók létszáma. Ezt a tűrhetetlen állapotot megszüntetve 1989-ben az ukrán vagy orosz tannyelvű oktatási intézményekbe beolvasztott kárpátaljai magyar iskolák közül elsőként nyerték vissza az önállóságukat. Szó szerint a semmiből építkeztek. Egy régi, balesetveszélyessé nyilvánított épületet kaptak meg, amit a szülőkkel közösen önerőből újraépítettek. A tanintézet 1992. május 25-én vette fel a nagy matematikus Bolyai János nevét. Az iskolában mai napig kiemelten fontos szerepet kap a matematika, de emellett a számítástechnika oktatása is intenzívebben folyik. 2015. augusztus 17-én érkeztem ide a Petőfi Sándor ösztöndíj program keretein belül, melynek célja a szorvány magyarság identitástudatának, a magyarságának ápolása, őrzése. Főként a magyar nyelv és történelem oktatásával, cserkészettel, programok szervezésével, délutáni foglalkozások tartásával, néptánc és magyar népi dalok oktatásával segítem az itteniek mindennapjait, életét. A Bolyai János Középiskolát olyan intézménynek ismertem meg, ahol a minőségi oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a magyar nyelv megőrzésére, a hagyományok ápolására. Rendkívül jól szakképzett pedagógusok oktatnak ebben az iskolában, és külön figyelnek arra, hogy a gyerekeket ne csak tudással és hasznos elméleti anyaggal lássák el, hanem szeressék is őket. Megkérdeztem a gyerekeket is, hogy ők hogyan érzik magukat ebben az iskolában, úgyhogy most ezt következzék. Szeretek ide járni, mert itt ebben az iskolában az anyanyelvemen tanulhatok. Mert itt minden nap új kihívásokat kap az ember. Itt vannak a barátaim, az osztálytársaim. Szüleim előbb a szomszédiskolába szerettek volna beadni, az ukrán iskolába, de apukám magyar iskolába. Szerintem ez nagyon jó választás. Nagyon erős ez az iskola, bár kevesen vagyunk, annál nagyobb szeretetben élünk. Számomra Bolya is nagy lenni ez egy kihívást, hogy próbáljam kihozni magamból a legjobbat minden helyzetben. Nem tudom elképzelni, hogy én itt magyar nyelven tudok, hogy gondolkodni, hogy beszélnék a szüleimmel. Magyarnak lenni szerintem hit kérdése. A magyarság nem abból áll, hogy csak megszületsz és azt mondod, hogy magyar vagy, hanem tenni is kell azért, hogy fennmaradjon a magyarság. Főleg itt a szorványban. Tanítom, tovább adom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangján elvenni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, tovább adom a szüleim nyelvét, elkopni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, tovább adom a szüleim nyelvét, elkopni nem hagyom.